Emlékszem rá, annak idején meglehetősen sok embert foglalkoztatott az, hogy hát hogy a fenébe lehet megnyitni a DLC-ket ebbe a játékba, amikor kijött az első. Sokan próbálkoztak úgy elérni a DLC tartalmat, hogy még nem játszották végig a játékot. De a választ azt meg is tudom adni nektek most elég egyszerűen. Az epilógust, ezt a The Queen Eyes-t végig kell vinni. És onnantól fogva, amikor elmész a régió térképre, akkor megjelennek az új régiók, hogyha mind a három DLC-t megvásároltad, vagy a Complete Edition-öd van, akkor innentől fogva ezek elérhetőek. Nyilván arra érdemes figyelni, hogy itt fölül nehogy véletlenül a Way of the Strong-on próbálkozzunk, persze az első régiók elérhetők csak amúgy is, de ezt csak úgy mondom mellesleg, hogy arra figyelni, hogy Way of the Samurai-on érdemes próbálkozni. Most itt az Omi régióban az epilógus után még egyetlen egy utolsó küldetés feloldódott. Nem egyszerű erre. Én úgy emlékszem, hogy talán három boss is van. Jól emlékszem, talán a White Tiger volt, de nem az lesz, hanem valamiért a Poe krémlik még inkább. Na de nézzük, de ez kemény lesz. Viszont előtte, amit meg kell tegyünk még, az, hogy föl kellene töltenünk egy kicsit az Aero készletünket. Ez az, itt a Storehouse, és a Storehouse-ból az Item Box-ba tegyünk át Aero-kat. Jó, és akkor mehetünk. Nem tudom, hogy képes leszek-e ezt most lenyomni. Ezt is úgy emlékszem, hogy a harmadik DLC körül jöttem ide-vissza, és akkor csaptam le őket. Nehéz. Thank you.
Fasz meg! Ha ha ha!
Na, így kell ezt. Wow. Egy 8-ast megadok rá 10-es skálán nehézségbe. Hűha, mennyi pontot kaptunk. Király. Hú, 3 millió amrita. Hányas szinten nyomtuk le? 129, jól van. Na, ez derék küzdelem volt. Na hát most már tényleg csak a DLC van hátra.